Nagy szeretettel üdvözöl mindenkit a Kettős Kereszt Ketten Főzünk csatorna, pékné módra fogjuk elkészíteni a képen látható csülköt. Ezt a csülköt először is jó 7 órán át elő fogjuk főzni. Itt láthatók az előfőzéshez szükséges hozzávalók, ezeket hamarosan részletesebben is bemutatjuk. Fogjuk ezt a csülköt, amiénk 1 kg 80 deka körülbelül, és ezeket a csúnya nagy pecséteket egy elegáns mozdulattal lecsippantjuk róla. Ne higgyetek neki, előtte levágtam késsel. Ezután bekapcsoljuk a gázt, és a csülköt belehelyezzük a vízbe. Most jön a főzővíz ízesítése. Először belehelyezünk 3 fej nagy gerezre vágott vörös hagymát. Majd kerül bele néhány babérlevél, a mi esetünkben 4 közepes méretű, valamint 6 fokhagyma gerezd. További ízesítésként kerül még bele fűszerkömény és egész fekete bors, ennyi, valamint 2 csapatnyi só. Nem csipetnyi? Nem, csapatnyi. Csipetnyi. Miért azt mondtam csipetnyi? Nem, csapatnyit mondtál. Na hát akkor mit leszél az össze-vissza? Szóval 2 nagy evőkanálnyi só bőven el fog férni benne. Amíg a csülök fő, mi előkészítjük az agyagedényünket, azaz beáztatjuk vízbe, ami azért fontos, mert a vízbe áztatott edényben az étel előbb párolódik, és csak az edény kiszáradása után kezd csülni. Ha az első óra elteltével belekukkantunk a főzővízbe, akkor észrevehetjük, hogy már nagyon szép színt kapott. A húsnak viszont még puhulnia kell további 1 órán át. Bő 2 óra elteltével érzékelhető az, hogy a hús már majdnem kivehető, kicsit megszurkálva erről meg is bizonyosodhatunk, de addig is mi a hasábokra vágott krumplinkat egy minimális hőkezelésnek vetjük alá, hogy ne teljesen hidegen kerüljön majd bele a tálba. A csülök alatt elzártuk a lángot, és óvatosan kiemeljük a főzővízből, vigyázzunk, mert nehéz és puha. Ez a csülök krumpli ágyra fog kerülni, amelynek az ízesítéséhez szükségünk lesz még 3 fejhagymára, felszeletelve, de nem felaprítva, zsírra, sóra, őrölt borsra, rozmaringra és majorannára. Válasszunk ki egy megfelelő méretű edényt, erre fog kerülni a krumpli, és a hagyma, amelynek mennyiségével nem kell spórolni, hiszen nagyon finom, amikor a hagyma és a krumpli a sütőben összesül. 2 teáskanál sóval még megszórjuk. És mi a zsírt, amit az előbb mutattunk, egy kicsit felolvasztottuk, és evőkanállal fogjuk ezt majd rálocsolgatni. Ahogy számoltuk így locsolgatás közben, úgy körülbelül 10 evőkanálnyi olvasztott zsír került rá. És jöhetnek a többi ízesítő szerek is, tehát a majoranna, illetve a rozmaring, és néhány tekerés az őrölt borsból. Valamint mi egy hirtelen ötlettől vezérelve kitaláltuk az utolsó pillanatban, hogy meghintjük az egészet néhány karika új hagymával is. Természetesen ez nem kötelező, de úgy gondoltuk, hogy mind az aromája, mind a színe jót fog tenni az ételnek. Ezt az egészet aztán jó alaposan összekevergetjük, erre fog majd rákerülni a csülök. Miután ezzel kész vagyunk, átrakjuk a patakitálba, de már most, ha valakinek nincs patakitála, természetesen nem kötelező ilyet használni, egy sima sütőtepsi is megfelel. Sőt, az igazsághoz hozzátartozik, hogy mivel nekünk ilyen keskeny az edényünk, azt tapasztaltuk, hogy az alul levő krumplik, igaz, hogy megpuhultak, de nem sültek olyan pirosra, úgyhogy legközelebb mi is majd egy szélesebb edényt
fogunk használni, hogy a krumplik jobban szétterüljenek és egyenletesebben megpiruljanak. Jelenleg viszont akkor erre a krumplira kerül rá középen a csülök. Hogy még ízletesebb legyen, a csülök főzőlevéből, amit leszűrtünk, rá aláöntünk egy picit, nem sokat, egy decit körülbelül. A többi megmaradt főzőlevet pedig nem öntjük ki, hanem el fogjuk tenni majd a mélyhűtőbe későbbi felhasználás céljára. És mielőtt a sütőbe betennénk ezt az egészet, a csülköt még jó alaposan átkenegetjük zsírral. A sütőt közben előmelegítettük 200 fokosra, és ebbe fog majd bekerülni aztán ez a tál, először lefóliázva. Időt most nem mondok, ez más és más lehet krumpli mérettől függően akár, nekünk körülbelül 45 percet volt bent így. Igazából azt kell figyelni, hogy a krumpli megpuhuljon, mivel a csülök már eleve puhán került bele. Ha úgy ítéljük meg, hogy már majdnem tökéletes a krumplink, akkor az alufólia már nem fog visszakerülni, sőt a sütőt is egy kicsit följebb vesszük, és elkezdjük a csülköt bekenegetni. Mi sört és mézet kevertünk össze, és ezzel kenegetjük. Ezt a kenegetést, amíg el nem készül az egész étel, egy olyan 5-10 percenként megismételjük. A csülöknek a színén fogjuk majd látni azt, hogy mikor lett az étel tökéletesen kész. Mint látható, nagyon egyszerűen elkészíthető ételről van szó, nem kell hozzá különösebb konyhai szaktudás, a lényeg, hogy a hús belül omlós legyen és puha, kívül pedig ropogós. Aki nem feltétlenül ragaszkodik a füstölt ízekhez, akár húsvétra is tökéletes választás lehet. Ha tetszenek a videóink, ne habozzatok használni a like és a feliratkozás gombokat, utóbbit azért, hogy a többi tartalmainkról sem maradjatok le. És ne feledjétek, ketten főzni jó! Sziasztok! Ez, hogy ne csattanjon, amikor esik szét, jaj. Hatosan.